Dr. Gabarics István Kalocsa Jövőért Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd pár ünnepi gondolattal tarkítva indította az eseményt. Kalocsa jövőjéért. Ez cselekvő hitvallásunk és küldetésünk. Jövőépítő és megtartó cselekvés városunkért, otthonunkért, az itt élőkért. Egyesületünk célja a fejlődés, segíteni minden tőlünk telhető módon, hogy Kalocsa gazdasága, kultúrája, sportja, a város közössége gyarapodjon, és Kalocsa olyan otthon legyen, ahol mindenki megtalálja a boldogulást és a boldogságot. Fenti célokért gondoltuk azt, hogy az idei adventi várakozás programjainak megvalósulásában szervesen kivesszük a részünket, és adunk valamit azért a szeretetért, támogatásért, amit önöktől kaptunk az évek során. Az adventi heteknek sajátos hangulatuk van, amely áthatja szinte mindenkinek az életét, s amelynek az alapmotívuma a készülődés, a várakozás az ünnepre. Kalocsa jövőért egyesület elnöke után a kalocsai pünkösdi gyülekezet lelkipásztora Bálint Miklós tartott ünnepi beszédet. A latin adventus szó jelentése eljövetel, megérkezés, várakozás, előkészület. Bővebb értelmezésben a lelki készülődés időszaka. A karácsonyt megelőző 4 hetet jelenti a keresztény egyház életében. Maga az advent szó nem szerepel a Bibliában, annál inkább több ige szakasz utal arra, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, és hogyan várjuk az ő visszajövetelét. Jézus Krisztus húsvéti feltámadása után 40 napon át megjelent tanítványainak, és beszélt tanítványainak az Isten országának a dolgairól. Olvashatjuk a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiben. 40 nap után Jézus Krisztus elment a mennyországba, és tanítványai szeme láttára, akiknek 2 angyal a következőt mondta. Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt fölmenni a mennybe. Olvashatjuk úgy szintén a Szentírásban. Jézus Krisztus első követői, tanítványai, akiket ma keresztényeknek nevezünk, nem véletlenül köszöntötték így egymást. Maranatha, azaz, a mi Urunk jön. Ez az arám üdvözlés egyben figyelmeztetés is volt, hogy Jézus Krisztus az ő ígérete szerint visszajön az övéért, ebben a várakozásban éltek az ős egyház tagjai. A bibliai várakozás, az advent nem magát az ünnepet, a karácsonyt várja, hanem Jézus Krisztus megjelenését, ahogy ezt Pál apostol is írja a Titushoz írt levelében. A program a kamarakórusainak hangjaival ért véget. Ó, te üdv az Úr!